Szakképzés 4.0, 5 éves technikumok és 3 éves szakképzőiskolák jönnek létre a következő tanévtől. Digitális világ. A lefogyásban is segíthet a modern technológia, így például a különböző telefonos alkalmazások. Évvégi adakozás. A jótékony célú támogatások 1/3-át decemberben ajánlják fel. Akár a felére is csökkenhet az iskola rendszerben, szakképzésben tanuló felnőttek képzési ideje az új szakképzés 4.0 elnevezésű törvény életbe lépésével. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új törvény kivezeti az OKE rendszerét, melynek következtében 5 éves technikumok és 3 éves szakképző iskolák jönnek létre, a felnőttek pedig akár egyéni tanrendben is részt vehetnek az iskola rendszerű képzésben. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 7% és 8% közötti a munkanélküliség, hangzott el a teljes foglalkoztatottság, foglalkoztathatóság című konferencián csütörtökön. A nyíregyházi szakmai rendezvény egy 2016-ban indult projekt része, melynek célja, hogy elősegítse a megye foglalkoztatási együttműködéseit. A több mint 2,5 milliárd forintban megvalósuló pályázatban a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztése mellett a partneri hálózat kialakítása, valamint az érdekelt felek támogatása is szerepel. A rendezvény megnyitóján Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott a munkaerőpiac. Újfajta kihívások jelentek meg, talán mások is, mint amikor a projektet elindítottuk ezelőtt pár évvel. Jelesül legnagyobb probléma most már, úgy érzékelem a projekt végrehajtása során, a megfelelően képzett munkaerő hiánya a megyének a bizonyos térségeiben. Tehát a munkáltatók leginkább erre panaszkodnak, hogy a szakképzési programok hogyan tudnak az ő igényeikhez alkalmazkodni. A szakképzés legfontosabb feladata tehát, hogy a munkaerőpiac kihívásaira választ találjon, tette hozzá Sesták Oszkár. Így a 2016-ban indult projekt többek között az újfajta képzési formákra, a felnőtt képzésre, valamint a munkahelyet keresők átképzésére is fókuszál. A foglalkoztathatósági konferencián Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a szakképzés 4.0-ra megszületett a törvényi szabályozás. A szakképzési törvény így a felnőtt képzési törvényt is megváltoztatta. Ennek következtében 5 éves technikumok és 3 éves szakképzőiskolák jönnek létre. Ezekben az intézményekben 2020. szeptemberétől megújult képzési tartalommal, számonkérési formával, illetve a vállalatokkal kapcsolatos képzési rendszer átalakulásával várják a tanulókat, a felnőtteket pedig egy rugalmas képzési rendszerben oktathatják a következő tanévtől. A rugalmasság azt jelenti, hogy részben van egy élettapasztalat a felnőtteknél, ami azt jelenti, hogy nagyon sok esetben már adott munkakörben dolgoznak, de nincsen papírjuk róla. Ezért egy beszámíthatósági rendszer kialakítását tettük lehetővé. A másik az, hogy közismereti órákon természetesen nem kell részt venni, és harmadsorban pedig akár meg is tudjuk mérni az ő tudását és ismeretét, és így akár a felére is tudjuk csökkenteni. Sőt, az igazgató egyéni tanrend szerint, már furcsán hangzik ez a felnőttek esetében, de gyakorlatilag egyéni képzéssel még tovább csökkentethető. Körülbelül 40%-ra lehet lecsökkenteni azt az anyagmennyiséget, amelyet is a rendszeren belül kell elsajátítani, ha megvan a 60% tudása. A helyettes államtitkár kiemelte, a szakképzés széles alapra, könnyen változtatható struktúrával kell felépíteni, hiszen a 4-5 éves képzési rendszerek már elavultnak számítanak. Ennek érzékeltetésére elmondta, egyes felmérések szerint a Z-generáció, vagyis az 1995 után születettek munkába állásakor a szakmák 65%-a ma még nem ismert, és ma még nem is létező feladat lesz. A digitális technológia is sokat segíthet az elhízás megelőzésében, valamint a már meglévő túlsúly kezelésében. Az egészséges életmóddal és a testmozgással kapcsolatos telefonos alkalmazások tárháza ma már szinte kimeríthetetlen, használatuk pedig nem csak a betegek, hanem az orvosok körében is egyre népszerűbb. Hazánkban is megfigyelhető az a trend, hogy egyre fiatalabb korban kezd kialakulni a túlsúly problémája. Már nem csak az iskolások, hanem az óvodások, sőt a még kisebbek körében is sok elhízott gyermekkel találkozni. A túl sok kilónak később súlyosabb következményei is lehetnek, úgy mint a cukor- és májbetegség, az asztma, magas vérnyomás, a korai érelmeszesedés és szívinfarktus vagy a stroke.
Mint a 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakember elmondta, a probléma megelőzésében nagy a szülők felelőssége, ugyanakkor nincsen könnyű dolguk. Nehéz a szülőknek is megtalálni ebben a fogyasztói társadalomban a helyes táplálkozási irányelveket és a mozgási irányelveket, de amikor a gyereknevelésről van szó, akkor pontos szabályokat kell felállítani a gyereknek, meghatározni a korlátokat, meddig mehet el, akár étkezésben, akár mozgásban, akár ilyen választási szabadságban, és utána már könnyebb a kommunikáció, hogyha ezek a pontos határok le vannak fektetve. Napjainkban a különböző digitális eszközök, például az okos órák és a témával kapcsolatos telefonos alkalmazások is hozzá tudnak járulni a sikeres prevencióhoz. Ezek segítségével jobban oda tudnak figyelni a gyerekek a helyes táplálkozásra vagy a szükséges mozgásra, de szüleik is nyomon követhetik egészségügyi állapotukat és fejlettségüket. Ezek az applikációk ráadásul könnyen használhatóak, a játékos együttműködésre és az azonnali megjutalmazásra alapoznak. Nem csak a betegeknek, hanem az orvosoknak is nagy segítséget jelentenek, hiszen ezeken keresztül könnyebben meg tudják találni velük a közös hangot, tette hozzá dr. Kántor Irén. Egy krónikus betegnek a gondozása nem könnyű feladat. Meg kell tartani a megfelelő kapcsolatot, meg kell folyamatosan motiválni kell, és ezek az applikációk, ezek abban is jók, hogy megadják mindig a megfelelő motivációt, hogy ma miért csináljak meg valamit. Nagyon szeretem ezeket a digitális eszközöket, már csak azért is, mert a mai gyerekeknek ez elkerülhetetlen. Abszolút életük része. Igen. A mindennapjaik része. Igen. A szakember tapasztalatai szerint a gyerekek nagyon szeretik ezeket a telefonos alkalmazásokat, ahogyan ők orvosok is, hiszen a betegekkel való hosszú távú kapcsolat megteremtésében és megtartásában is segítenek. Egy kórosan túlsúlyos ember kezelése pedig nem rövid időszak. A jótékony célú támogatások egyharmadát decemberben ajánlják fel. Egy nemzetközi felmérés alapján a vállalatok szempontjából megtérülő befektetésnek számít az adakozás. Egy másik kutatás szerint pedig a tipikus adományozó jól szituált városlakó és az idősebb korosztályba tartozik. A legnagyobb közösségi oldalakat december eleje óta elárasztják a jótékonysági posztok. Van, aki rászoruló családokat keres, más csak arra kíváncsi, hol adhatja le adományait. De olyan is van, aki már megkapta a szeretett csomagot, és azért mond köszönetet egy poszton keresztül. Az adventi időszak alatt évről évre több jótékonysági akció szerveződik, amivel fontos ügyeket lehet támogatni, vagy szebbé lehet tenni mások karácsonyát. A statisztikák szerint ugyanis a támogatások egyharmadát ebben az ünnepi időszakban adják az emberek. Valahogy a karácsonynak van egy ilyen hangulata, ami nyilván ezt mondjuk is, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, de hogy ez a szeretet ez nem csak a családtagokra és a barátokra terjed ki, hanem hogyha ezt jobban ki tudjuk teljesíteni, vagy mondjuk nagyobb körhöz el tudjuk vinni, akkor ez ad egy olyan visszacsatolás nekünk, hogy legalább az évnek egy időszakában gondolunk azokra, akik mondjuk nem annyira szerencsések, mint mi, hogy a családjuk körében tölthetik az ünnepeket, vagy mondjuk nincsenek olyan szerencsés helyzetben, mint mi. És ez azért így mindenkiben előhozza azt a jó szándékot, hogy adakozzon, vagy segítsen nyilván olyan mértékben, amilyen mértékben tud. A pszichológus azt mondta, idén nem csak karácsonykor, az év többi napján is erőteljesebb volt az adakozási kedv. Erre a legjobb példa Zente volt, akiért összefogott az ország, és pár hét alatt összegyűlt a 700 millió forint a szükséges kezelésére. Voltak, akik milliókkal segítettek, míg mások csak pár ezer forinttal. Ilyen különbségek minden gyűjtésnél vannak. Én azt gondolom, hogy itt soha nem az összegnek a mértéke a fontos, hanem az, hogy mindenki saját magához mérten, amit éppen tud adni, azzal hozzájáruljon a közösség érdekéhez is, hogy saját magunkkal kapcsolatban is kialakít egy képet, hogy igen, jó emberek vagyunk, hogy gondoskodunk egymásról, és nem csak magunkkal kapcsolatban ad egy ilyen érzést, hanem sokkal inkább így globálisan is, hogy minden ember egyforma, és minden ember egyenlő, és mindenkinek jár az, hogy tudjon valamikor egy kicsit kapni és örülni. Aki szeretne jótékonykodni és ezzel is átélni a karácsony valódi lényegét, az felkeresheti az Állatbarát Alapítványt. A Józs András Múzeumban tart a Kisdobozni Szeretet akció, és a Baptista Szeretet Szolgálat is a megye számos pontján várja a cipős dobozokat.
A hétvégén a munkanap áthelyezés miatt változik a vonatok közlekedési rendje. December 13-án a munkanapra, 14-én pedig a pénteki napra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok a szombati munkanap miatt. A 26 éven aluli fiatalok részére hétvégeken magáncélú utazásra biztosított kedvezmény a munkanap áthelyezés miatt szombaton 10 órától vasárnap éjfélig vehető igénybe. Az utasok a vasúttársaság internetes jegyvásárlási rendszerében, vagy az okostelefonokon elérhető MÁV applikációban gyorsan és egyszerűen megválthatják a menetjegyeket és a helyjegyeket a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében. Továbbá december 13-án a MÁV és a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal idén 13. alkalommal szervezi meg az Országos Vasutas Véradó Napot. December 13-án országosan 13 vasútállomáson, vasúti helyszínen várják a véradás egészségügyi feltételeinek megfelelő vasutasokat, utasokat és civil lakosokat egyaránt. Nyíregyházán délelőtt 9 és fél 12 között. A 2019-es esztendő utolsó premierjére készülnek a Móri Zsigmond Színházban. Pénteken a Krúdi Kamarában mutatják be Conor McPherson Tengeren című darabját Göttinger Pál rendezésében. A mű egy mocskos, humorú és mégis csodaszép karácsonyi színdarab. Kegyelemről, gyötrelemről, családról és olyan adósságokról, amelyeket mindannyiunknak le kell rónunk végül. Az előadásban a színház művészei mellett vendégként Kálid Artúrt is láthatja majd a közönség. A karácsony estét négy alkoholista férfi együtt tölti, mivel sehol nem látják őket ilyenkor szívesen. Ezért szánalmasságuk, vesztességük, az életüket rajtuk állandóan számon kérő többi ember elől együtt zárkóznak be pókerezni és inni egy hegyoldalba épült öreg dublini házba, nem messze egy régi klub romjaitól. Ezen a szent estén a kinti viharból egy idegen érkezik, hogy kicsit megmelegedjen. A darab angol címe The Seafarer, ami tengeri hajóst, tengerjárót jelent. A cím az angol nyelvű közönségnek mást is mond, ez ugyanis az egyik legrégebbi angol nyelvemlék címe, ezáltal közvetlenül utal időtlenségre, ősiségre, témáján keresztül pedig kitaszítottságra, magányra. A szerző McPherson a bemutatókor adott interjújában mondta el, hogy voltaképp a darab valamennyi szereplője ő maga, de talán a legjobban a csalódott démon, aki irigyeli az embereket, akik között jár. A művet alig 8 hónap alatt írta, és alig, hanem ez eddigi legmegindítóbb és remekbeszabottabb műve. Az előadást Göttinger Pál rendező 2008-ban már a Bárka Színházban is színre vitte. Nagyon szeretem az írt darabokat, egyrészt azért, mert van bennük valami nagyon reális és nagyon valóságos, és utána pedig valami nagyon varázslatos és misztikus egyszerre és konfliktusmentesen ez a kettő együtt tud működni. Másrészt egy nagyon élő színpadi hagyományból jönnek ezek a szövegek, tehát kimondottan jó szerepek, játszható helyzetek, valójában könnyű munka csinálni, inkább öröm, mint munka. És nagyon szeretem az íreknek ezt a derűjét, ami áthatja őket, amiben olyan sok fájdalom, elhallgatás, titok, mindenféle meg tud lapulni alul, anélkül, hogy az egész komorrá válna. Nagyon könnyű nézni való egy írt darab. Lockhart szerepében vendégként Kálid Artúrt láthatja a közönség. A színművész Berkeszen nőtt fel állami gondozásban, és Kisvárdán érettségizett a Besenyei Gimnáziumban, ám a Nyíregyházi Színházban eddig csak a Vidor Fesztiválon lépett fel. A Bárka Színház előadásában is játszotta már Lockhartot. Azt szoktuk mondani, hogy színészek nem mindig alapvető fontos dolog az, amikor egy szereppel foglalkozik, hogy annak a szerepnek az igazságait keresse meg, mert ha nem keresi meg az igazságait, akkor azt nem tudja elég erősen és hitelesen képviselni. De most azt gondolom, hogy itt az ördögről van szó, ezt azt hiszem, hogy ebben megegyeztünk itt a színházon belül, hogy ennyit elárulhatunk, ezzel még nem lőjük le a poént. Az ördögről van szó, aki, ami egy lényként valahogy azzal foglalatoskodik, hogy az embereket szembesítse a gyarlóságaikkal és azokkal a dolgokkal, amit nem tesznek, vagy rosszul tesznek az életben.
Én nem gondolom, hogy ez egy negatív tulajdonság lenne. Az megint más kérdés, hogy persze a pokol, meg purgatórium, és akkor az egész egy nagy szenvedés, de hát oda mégiscsak a bűnösök kerülnek, a bűnöst meg az ördög szedegeti ki így a sok milliárdnyi ember közül, és azt mondja, hogy te most velem jössz, mert neked lejárt. Richard Harkin figuráját Horváth László Attila kelti életre. A művész számára különleges feladat, hogy ez alkalommal egy vak figurát kell megjelenítenie. Elkezdtük a próbákat, és megfigyeltem egy vakot. Tehát ez a fajta, ahogy ő az életben létezik, ez a színpadon nem tud létezni. Tehát az muszáj nyitott szemmel lenni, mert különben az ember elbújik és bezárkozik, és nem is lenne ott. No, hát mindezt a lámpafényben nyitott szemmel, úgyhogy mindent látok, és nem látok semmit természetesen, csak hallgatom a fiaveléket, a zajokat. Kálid Artúr és Horváth László Attila partnerei az előadásban Éjjés Ákos, Tóth Károly és Nagyidai Gergő. Conor Macpherson művének fordítója és az előadás dramaturgja Upor László. Tizenhat arany, 13 ezüst és 16 bronzérmet szereztek Szabolcs-Szatmár Bereg megye diák sportolói az elmúlt tanévben megrendezett országos döntőkben. A hagyományos évzáró gálán a legeredményesebb sportolók, csapatok és testnevelő tanárok vehettek át elismeréseket a megyeháza dísztermében. A pulpitus előtt elhelyezett asztalok sellegekkel, a széksorok pedig diáksportolókkal és testnevelő tanárokkal voltak tele a megyeháza dísztermében. A hagyományos diáksport gálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások. 45 éren volt a 2018-2019-es tanév termése az országos döntőkben. Nagyon termékeny esztendő volt ez is, de ezt már megszokhattuk, hogy a megyei diáksportolók valóban hozzák azokat az eredményeket, és ennek természetesen az alapja az a belefektetett munka. És hát ez azt eredményezte, hogy itt most egyrészt a jó tanuló, jó sportolókat tudjuk díjazni, és természetesen emellett azokat az intézményeket, testnevelőket, akik nagyon komolyan elvégezték azt a munkát, amely a megyei diáksport és a megyei sportéletért úgy gondolom, hogy el is kell végezni, és hát ez nekünk meg ez a köszönet napja, úgyhogy bízunk benne, hogy ez olyan évzárás, ahol amellett, hogy valóban egy díj özön van, amellett azért meg tudjuk köszönni azokat az érmeket is, amelyeket országos versenyeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hoztak a diáksportolók, hiszen ezáltal 16 arany, 13 ezüst és 16 bronzérem mellettünk gazdagabbak ebbe az évbe is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly siker, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. A Diák Olimpia versenyrendszerében 286 és 18 év közötti fiatal vesz részt 18 sportágban. A Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagja szerint ebben a mezőnyben elismerésre méltó eredményeket érnek el a szabolcsi sportolók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak a vendég szeretetéről híres, hanem rendkívül sok sikeres diák iskola vesz részt a diákolimpiai versenyeken. Nyíregyháza városa több egyszer ad alkalmat nagyon színvonalas módon megszervezett diátadónak, ünnepségnek, úgyhogy mi ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a településnek és gratulálni a testnevelőtanároknak, igazgatóknak és elsősorban a diákoknak. A korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó Rudolf Gergely is az iskolai futballtól jutott el a legmagasabb szintig. Nagyon jó emlékeim vannak, volt szerencsém többször is a diákolimpián részt venni. Hát sajnos ez már nem ma volt, és ennek már jó pár ideje, vagy hát jó pár éve. Úgyhogy nagy örömmel töltött el, hogy elnök úr rám gondolt itt a diátadás kapcsán, és hogy én lehetek az, aki a megyei hát sportolóknak, jó tanuló sportolóknak, edzőknek átadhatom majd a díjakat. A gálán arról is szó esett, hogy ebben a tanévben ismét rendez országos döntőt a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Júniusban Nyíregyháza és Kisvárda lesz a házigazdája a legnépesebb mezőnyt felvonultató 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntőnek, amelyen a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 részvevőt látnak majd vendégül a szervezők. A tabella élén várja a tavaszi folytatást a labdarúgó megyei első osztályban a nyírgyulai futballcsapat. Lukács Tibor együttese 11 győzelem mellett egy döntetlent játszott és háromszor szenvedett vereséget. A nyírgyulai előnye egy pont a második nagyhalásszal szemben.
Az elmúlt években rendre dobogón vagy dobogó környékén végzett a nyírgyulai csapat, így ennek a szezonnak is az első három hely valamelyikét megcélozva vágott neki a Lukács Tibor által irányított együttes. Nyáron ketté vált a nagypályás és a futszál szakág, így 7 új játékossal a keretben kezdte a bajnokságot a csapat. A nyírgyulai 6 győzelemmel indított, majd egy hullámvölgyet követően megint jöttek a sikerek, így az utolsó előtti fordulóban ismét az ére álltak Habulcsákék, és ott maradtak az őszi szezon záró meccsét követően is. A 7 játékos igazolás ellenére én úgy gondoltam, hogy nehezen fogunk összeállni. Ennek ellenére a nyári edzőmérkőseken már azért voltak problémák, mert azért még nem volt összecsiszolódva a csapat, de utána viszont az első 6 mérkőzést a bajnokságban sikerült megnyernünk, tehát hibátlan teljesítményünk. Utána viszont a következő ötösbe voltak azért hullámvölgyek, hiszen 2 rangadót a Ibrány ellen, illetve a Nagyhalász ellen elbuktunk Fehérgyarmat, ami nagyon-nagyon fájó volt, mert ott rettenetesen rossz felfogásban rosszul játszottunk, tehát az volt a legrosszabb mérkőzésünk az ősz folyamán. És utána, hál' Istennek, a utolsó 6 mérkőzésen újra összeszedtük magunkat és szereztünk 13 pontot, így az élen zártuk az őszt. Az edző szerint leginkább a hibátlan hazai méregnek köszönhető a csapat jó őszi szereplése. Én mindig azt szeretem, amikor kapott gól nélkül le tudunk hozni egy mérkőzést. Ebből hál' Istennek azért adódott sok ebbe a bajnoki szezonban. Gondolok itt egy Újfehértón, ahol egy újonc otthonában, harmadik mérkőzésen kapott gól nélkül nagyon magabiztos győzelmet arattunk, illetve hazai pályán a Mánduk, illetve a Nagyecser ellen pedig 1-0-val le tudtunk hozni a mérkőzést. Tehát ez nem volt jellemző ránk az elmúlt időszakban, hogy hazai pályán ilyen eredményesek vagyunk. Tehát tavaly is azért csúsztunk le a dobogóról, mert hazai pályán, tehát idegenben sokkal több pontot szereztünk, mint hazai pályán. Most hál' Istennek megfordult a kocka, és hazai pályán teljesen hibátlanok vagyunk, 7 mérkőzésből 7-et sikerült nyernünk. A nyírgyulai a tervek szerint változatlan kerettel vág neki január 6-án a felkészülésnek. A csapat a megyei igazgatóság által szervezett műfüves torna mellett 2 teremtornán igyekszik felkészülni a tavaszra. A cél továbbra is valamelyik dobogós hely megszerzése. Híradónk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. Az új szakképzési törvény értelmében 5 éves technikumok és 3 éves szakképzőiskolák jönnek létre, melyek a felnőtt képzésben akár egyéni tanrendet is biztosítanak majd, ezzel pedig akár a felére vagy az alá is csökkenhet az iskolarendszerben szakképzésben tanuló felnőttek képzési ideje. Ezekben az intézményekben 2020. szeptemberétől várják a tanulókat, de jövőre még az OKI is elérhető lesz a szakmát tanulók számára. A digitális technológia is sokat segíthet az elhízás megelőzésében, vagy a már meglévő túlsúly kezelésében. Az egészséges életmóddal és a testmozgással kapcsolatos telefonos alkalmazások tárháza ma már szinte kimeríthetetlen. Használatuk pedig nem csak a betegek, hanem az orvosok körében is egyre népszerűbb. Az elhízás problémája ma már a gyermekek körében is óriási méreteket ölt. A jótékony célú támogatások 1/3-át decemberben ajánlják fel. Egy nemzetközi felmérés alapján a vállalatok szempontjából megtérülő befektetésnek számít az adakozás. Egy másik kutatás szerint pedig a tipikus adományozó jól szituált városlakó és az idősebb korosztályba tartozik. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 12-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök este túlnyomóan borult lesz az ég, eső várható. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 fok körül alakul. Pénteken ismét túlnyomóan borult lesz az ég. Kora délutánig eső várható, majd jó részt megszűnik a csapadék. A déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 8 Celsius fok között alakul. Szombaton délutánig még több felé várható eső, de a csapadék zóna napközben kelet felé mozog.
Vasárnaptól kezdődően egyre melegebb és szárazabb levegő érkezik hazánk fölé, így a több órás napsütés mellett csapadékmentes időre számíthatunk a jövő hét első felében is. Hétfőtől általában 10 és 15 fok között alakul a csúcshőmérséklet.